lehetőségeibe, ahogy azt az ellenreformáció vagy a Habsburg uralom alatt már láthattuk. Hiszen gondoljunk csak bele, hogyha ez a törvény mondjuk a reformáció, törvényt reformáció korában alkalmaztuk volna el, akkor alkothatott volna maradandót Pázmány Péter vagy mondjuk Kádi György. Az LMP álláspontja az, hogy elhibázott döntés lenne bármilyen kategória vagy lista központi megírása. Olyan objektív kritériumrendszert kellene közösen megalkotnunk minden jelenleg és a jövőben működő egyház és vallási közösség számára, amely világos, átlátható és exakt kritériumokat tartalmaz, és amelyek garanciát jelentenek egy igazságos, méltányos és semleges kiválasztási és értékelési rendszerre. A legsúlyosabb aggályokat a 16. paragrafus veti fel, amely szerint kijelölendő szakértőkhöz teszi az egyházról való véleménynyilvánítás jogán, és a döntés ellen fellebbezési lehetőséggel élhetnek a már nyilvántartásba vett egyházak képviselői is. Az, hogy milyen kritériumrendszernek kell megfelelni egy ilyen szakértőnek, későbbi egyeztetés tárgya lehet. De hogy voltaképpen mit kellene egy ilyen szakértőnek vizsgálnia, amit a bíróság nem tud eldönteni, az továbbra sem világos. Az pedig, hogy a döntés ellen fellebbezési lehetőséggel élhetnek a más nyilvántartásba vett egyházak képviselői, az LMP elutasítja, hiszen magát a vallásszabadságot kérdőjeleznénk meg ennek a jognak a biztosításával. Ugyanilyen aggályosnak tartjuk a törvényjavaslat 16. paragrafus 3. bekezdését is. Az LMP álláspontja szerint a hitvallás és a rítus tartalma nyilvántartásba vételre irányuló eljárás során nem vizsgálható, hiszen az alkotmányos jogokról külön nyilatkoznak a nyilvántartásba vételt kérő. Mi más alapján és milyen más felhatalmazással lehetne vizsgálni vallási közösség hitvallását és rítusait? Az egyházak finanszírozása ugyancsak kérdéses pont. A 22. paragrafus első bekezdés az államtól kapott általános szerint az államtól kapott általános támogatással nem kell elszámolniuk az egyházaknak. Tehát a bejegyzésnél kell a vallási tevékenységet bizonyítani, de az erre az államtól kapott pénzről nem kell tanúsítani, hogy arra is fordították. Ez véleményünk szerint nem szolgálja az átláthatóságot, és továbbra is fenntartja a mostani egyfajta általános közvélekedés, mely szerint az egyházi pénzek bizonyos körök zsebeibe vándorolhatnak. Egy demokráciában, ahol világos keretek vannak, ez véleményünk szerint megengedhetetlen. Biztos vagyok abban, hogy minden vallási közösségnek elemi érdeke, hogy az autonómia teljes tiszteletben tartása mellett elszámoltatható legyen, és a korrupció lehetőségének még csak az árnyéka sem vetüljön rájuk. Így ennek a szakasznak a megváltoztatásáért reméljük az LMP mellé fognak állni. Utolsóként az adatkezelés kérdését emelném ki. A törvényjavaslat 19. paragrafusának 2. bekezdése szerint a bíróság az egyházi nyilvántartás adatairól évente adatot szolgáltat az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős miniszternek. Teljeséggel indokolatlannak tartjuk, hogy egy 2011-ben előterjesztett törvényjavaslat állami szervek közti éves rendszerességű papíralapú iratátadást kívánjon meg. A szabály amúgy sem igényel törvényi szintet, ám racionalitása is kérdéses, hiszen a nyilvános adatokat tartalmazó nyilvántartás áttekintésére bárki jogosult. Még ennél is észszerűbb lenne helyett, ha a minisztérium közvetlen hozzáférést kapna az adatokhoz. Bármi is a megoldás, a sarkalatos törvényben indokolatlan rendezni. A törvényjavaslat 10. paragrafusának 3. bekezdése szintén nem indokolt, mert a rendelkezés nem felel meg az adatkezelési felhatalmazással összefüggő alkotmányossági követelményeknek, mivel a vallási tevékenységhez kapcsolódó személyes adat lényegében bármilyen az egyház tudomására jutott, az egyházi vagy felekezeti hovatartozásra vonatkozó szenszitív adat lehet, akár egy másik egyház keretében való vallásgyakorlásra vonatkozó adatokat is. A rendelkezés emellett felesleges is, hiszen csak úgy, mint bármely belső autonómiával rendelkező szervezet, így például a januártól egyesületté váló egyházak esetében, az egyházi tevékenységgel összefüggő adatkezelés hozzájárulási alapon a gyakorlatban kezelhető. Tisztelt képviselőtársaim, látjuk a rendteremtés igényét, amelyik a törvényjavaslatban megjelenik. Méltányolhatók az üzleti alapon szerveződő álegyházak, álvallási közösségek elleni fellépés, de nagyon komoly kérdéseket vetnek fel bizonyos szakaszai ennek a törvényjavaslatnak. Reméljük, hogy egy méltányosabb, igazságosabb és átlátható rendszer elérése érdekében a tisztelt kormány többség és a beterjesztők támogatni fogják az LMP által benyújtott módosító javaslatokat. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki kör végéhez érkeztünk. Most az előre bejelentett felszólalóknak adom meg a lehetőséget. Elsőként Hörcsik Richárd képviselő úr jelentkezett, Fidesz. Jelezte képviselő úr, hogy innen a előadói pulpitusról beszél.
Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt egyházi méltóságok. Az 1568. évi Tordai Országgyűlésen Európában elsőként alkottunk törvényt a vallásszabadságról, amelynek értelmében a négy bevett felekezet, a recept, a religió, a luteránus, a kávinista, az unitárius vagy antitrinitárius és a katolikus az állam által elismerten és egyenjogúságot élvezve szabadon élhetett. A bevett felekezet jogállás azt jelentette, hogy ezek az egyházak létrehozták az államtól független önkormányzataikat, megalkották autonómiájukat, amely nem csak szervezeti felépítésüket, hanem anyagi, iskolai, kulturális életüket is szabályozta. És egyfajta hosszú történelmi folyamat eredményeképpen Magyarország a 19. század végére jutott el a vallásügyi kérdéseknek a tolerancia szellemében történő szabályozásig. Az 1895. évi 63-as törvény a teljes egyéni vallásszabadságot deklarálta. A dualista kor állama a beterjesztett törvényjavaslat indoklása szerint azt a gyakorlatban már kialakult rendszert látta legalizálhatónak, idézem, amelyben az állam a felekezetek fölött áll. De nem közömbös a felekezetek iránt, hanem törődik azok érdekeivel. Ennél az állam a maga érdekeit természetesen elsősorban szolgálja, de nem téveszti szem elől az illető felekezet érdekeit sem. Ez az a rendszer, amelyben az állam iparkodik az államban lévő különféle felekezetek érdekeit egymással kiegyeztetni. Ezért a felekezetek jogi egyenlőségének megteremtése érdekében az állami érdekek messze menő biztosításával szabályozta bevett és az állam által elismert felekezetek elismerésének jogi feltételeit, továbbá az ilyennek nem minősülő, tehát a minőségen kívül maradók közösségi vallásgyakorlatának jogi feltételeit. Ez a törvény 1990-ig volt hatályban. A 1947. évi 33-as törvény az egyházak közötti különbségtételt megszüntetni rendelte, de az ismert társadalmi politikai körülmények között csak az üldözés egyenlőségének a megteremtésére került sor. A felekezeti jogegyenlőséget csak az 1990. évi 4-es törvény valósította meg, de sajnos nem maradéktalanul, mert egyenlőség helyett csak egyenlősdit teremtett. A törvény megalkotásától több mint 20 év telt el. Jól látjuk, felépült az alkotmányos jogállam. Az Alkotmánybíróság részletesen kibontotta a vallásszabadság tartalmát, és értelmezte a közösségi formában történő vallásgyakorlás állami szabályozásának a feltételeit, különbségtétel alkotmányos lehetőségeit, és a gyakorlat azt bizonyította, hogy tovább kell lépni. Az egyenlősdit fel kell, hogy váltsuk a valóságos egyenlőség állapotával. Most, tisztelt képviselőtársaim, azért kívánunk új törvényt alkotni, mert az európai hagyományokhoz igazodóan, mintegy 20 év tapasztalatai alapján a vallásszabadság kollektív oldalán új, a meggyőződésem, hogy a korábbiakhoz képest sokkal átláthatóbb, a vallásszabadságot jobban kiteljesítő, ugyanakkor az egyes vallási közösségek társadalmi beágyazottságát, szerepvállalását, a közfeladatok ellátásában való együttműködését szélesebb körben figyelembe vevő, árnyaltabb szabályozását kívánja az állam megteremteni. Ennek következtében a formai egyenlőség hangsúlyozása helyett a megkülönböztetés alkotmányos keretei között a tartalmi szempontokat kívánjuk nagyobb jelentőséget tulajdonítani. Tisztelt elnök úr! Mint az Országgyűlés Európai Bizottság elnöke, fontosnak tartom kijelenteni, és itt szeretném megnyugtatni Nyakó István képviselőtársamat, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat teljes összhangban van az európai normákkal, történetesen az Európai Unió alapszerződésével. Az alkotmányos szerződés 2004. év decemberében aláírásra került az akkori 25 tagállam részéről. A hatályban ugyan nem lépett szerződésnek a vallásszabadságra, a vallásokra, valamint az egyházakra, vallási közösségekre vonatkozó rendelkezéseit azonban átvette
A 2009. december 1-én életbe lépett az Unió új alapszerződése, a Lisszaboni szerződés. A kereszténység kifejezett módon a Lisszaboni szerződésben nem jelenik meg, ezt jól tudjuk. Azonban a szerződés második preambulum bekezdés alapján minden tagállam ösztönzést merít, idézem, Európa kulturális, vallási és humanista örökségéből, amelyből az ember sérthetetlen és elidegethetetlen jogai, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, valamint a jogállamiság egyetemes értékei kibontakoztak. E fordulat tehát egyértelműen említi Európa vallási és kulturális örökségének a jelentőségét, amelyben igenis kiemelt jelentőséggel bírnak a keresztény felekezetek. Tisztelt képviselőtársaim! A Lisszaboni szerződés azonban nem csak a vallások örökségére utal. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikke szerint, idézem, az Unió tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és vallási szervezetek vagy közösségek nemzeti jog szerinti jogállását a tagállamokban. Ezzel tehát elismeri, hogy az állam és az egyház viszonyát szabályozó törvények kizárólagosak, tagállami hatáskörben tartoznak. Szintén az előbb említett 17. cikk ismeri el az egyházak különleges hozzájárulását, és ennek alapján az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament rendszeres párbeszédet tart az egyházakkal. Az évente megrendezésre kerülő eseményt legutóbb, emlékezetem szerint 2011. májusában tartották meg Brüsszelben, ahol Barroso bizottsági elnök úr meghívására keresztény, zsidó, iszlámvallás, valamint buddhista közösség mintegy 20 vezetője vett részt. Az előttünk fekvő törvényjavaslat tehát hivatkozik a Lisszaboni szerződés fent említett rendelkezéseire, beépítve ezáltal az európai értékeket és kereteket. A törvényjavaslat tehát meggyőződésem szerint összhangban van az Európai Unió alapszerződésével. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat a preambulumban meghatározottak szerint messze menően figyelembe veszi az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatát, mely szerint a vallás nem korlátozódhat a szélesen elterjedt és világszerte elismert nagy vallásokra, hanem vonatkozik a ritka, tulajdonképpen ismeretlen alakulatokra, mondhatni hitekre is. Azonban ahhoz, hogy védelmet élvezzen, az adott vallásnak pontosan leírtnak és kellően azonosítottnak kell lennie az adott ország illetékes hatósága által, hogy vizsgálható legyen. A vallás, aminek védelmére hivatkoznak, ténylegesen létezik-e? Ebben a körben viszont az egyes államoknak a lehető legszélesebb jogosultsága van, hogy mely vallási közösségek ismertek el egyháznak, és nekik a többi társadalmi szervezetekhez képest milyen kedvezményeket adnak. Ebből következően tehát az egyes tagállamok a vallásszabadságot, mint alapjogot kötelesek biztosítani valamennyi polgároknak. Azt hiszem, hogy ebben nincs különbség a patkó bármely oldalán is ülünk közöttünk. De a jog gyakorlása nem köthető össze azzal az elvárással, hogyha szervezetten is történik, e szervezetet az állam által preferált szervezetként, azaz egyházként ismerjék el. Polgári társadalomban az egyes államok maguk határozhatják meg azok ismérveket, melyek teljesülése esetén egy szervezet emberi közösség joggal tartott igényt az egyház elismerésére. A vallásszabadság közösségi gyakorlása több formában történhet, de annak valamennyi formája igenis védendő kell, hogy legyen. Így, hogyha az adonos hitet vallók vallásuk gyakorlása érdekében például jogi szervezettségi forma nélkül, például családi istentiszteleteken vagy több család által gyakorolt összejövetelen gyakorolják vallásukat, már alkotmányos értelemben védelmet élveznek az alkotmány, majd az alaptörvény és a törvény alapján. Ha a közösség tagjai jogilag, hangsúlyozom, jogilag szervezett közösséget alkotnak, így például egyesületként folytatják a közösségi vallásgyakorlatukat, az előző védelemhez képest további védelemben részesülnek az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezései szerint. Ha pedig a közösség tagjai ezt a jogilag szervezett valóban hitéleti tevékenységüket hosszú időn keresztül vagy egyre bővülő tagsággal folytatják, és elérik a törvényben meghatározott életkort és létszámot,
következetes hitéleti közhasznú és az állami közfeladatok átvállalásában országos lefedettségű tevékenységgel egészítik ki a vallásgyakorlatokat, lehetőségük lesz elérni a maximális elismerést és támogatottságot jelentő egyházi státuszt. Hangsúlyozni kell, hogy a törvénytervezet szerint az állami egyházjogi értelemben vett egyházzá válás az egy folyamat. Az egyes emberek ilyen egyházat nem alapíthatnak, csak az előzőekben felvázolt folyamat alapján azzá válhatnak. E törvény feladata-e folyamat törvényi kereteinek a meghatározása, alkotmányos és törvényes védelme, kiteljesedés lehetőségének a biztosítása. Annak garantálása, hogy hosszú időn keresztül bizonyítottan hitéleti tevékenységet végző és a társadalom számára is hasznos, az államcélok megvalósulását elősegítő közösségént való működés eredményeképpen minden közösség elérhesse ezt a privilegizált státuszt. Ennek a minden közösség által elérhető fokozatnak a sarkalatos törvényben foglalt garantálásával az állam nem vesz el a vallási közösségek kollektív jogaiból. Azok továbbra is érintetlenek maradnak, hanem a kölcsönös felelősség elve szem előtt tartásával egyre bővülő körben további jogokat biztosítanak számukra. Tisztelt elnök úr! Egy polgári társadalom törvényhozása szempontjából szerintem érthető, hogy az egyházként nyilvántartásba vételez korrekt módon igyekszik meghatározni azokat az ismerveket, amelyek teljesítésével egy társadalmi szervezet esetünkben egy egyesület egyházi nyilvántartásba vételt kérhet. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az is igaz, és ebben egyetértünk a vitában korábban felszólalókkal, hogy az állam nem foglalhat állást a hitbeli igazságok kérdésében. Azt viszont senki nem kérdőjelezi meg, hogy egy polgári társadalom az állam maga döntheti el, hogy mely állami csoportoknak adja meg az egyházként a jogi személyiséget. Ebből következően tehát meghatározhatja azokat a kritériumokat, amiket döntésnél figyelembe kíván venni. Szeretném kiemelni, hogy a jelenlegi hatályos törvényünk nem közöl a vallási tevékenység miben létére vonatkozó feltételeket. Így tehát ma gyakorlatilag alanyi joga van a magát vallási közösségén meghatározó személyi közösségeknek egyházként nyilvántartásba vétetni, és ezzel mintegy igényt tartani az egyházaknak járó kiváltságokra, amely körülményt sajátos visszaélésekre ad, és sajnos adhat okot. Ez pedig jogállami körülmények között nem kívánatos. Így a jogalkotó felelőssége és egyben kötelessége, hogy ezek megtörténtét már a jogalkotás során megakadályozza és kizárja. Tisztelt elnök úr, úgy vélem, hogy jelen esetben a törvényalkotót az a tisztességes szándék vezeti, hogy mindenki számára egyértelműen nyilvánosságra hozza a feltételeit, amelynek alapján dönt a nyilvántartásba vételtől, vagy annak megtagadásától. A törvénytervezet a tevékenységek körülhatárolása mellett megköveteli a magát egyházként nyilvántartásba vétetni akaró szervezettől legfőbb vallási tanainak az összefoglalását. Ez nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy a szervezet vallási jellege ellenőrizhető legyen. Ellenőrizhető legyen az, hogy azonos hitelveket követőek-e a hitelvek közös gyakorlása érdekében kívánnak egyházként működni. Hogy hitelveik valóban vallásnak minősülnek-e, illetve a hitelvek alapján a szervezet legyen világosan és egyértelműen beazonosítható. Más célja nem lehet, és szerintem nincs is, ugyanis az állam nem ellenőrizheti, hogy ezek a hitelvek elfogadhatók-e, figyelmeztet többek között az Alkotmánybíróság. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr! Úgy vélem, hogy a törvényjavaslat az 1990-ben meghozott 4-es törvény óta kialakult jogbizonytalanságot kívánja megszüntetni, erre alkalmas és alkotmányos megoldást kíván. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hörcsik Richárd képviselő urat követi, Lendvai Ildikó képviselőasszony, MSZP. Ugyancsak 15 perces időkeretben. Köszönöm a szót, alelnök úr. Tisztelt alelnök úr, tisztelt ház. Semmiképpen sem kifogásolható, hogyha egy ilyen fontos területen egy 20 éve életbe lépett törvény hatását megvizsgáljuk, és új törvényt vagy törvénymódosítást kezdeményez a ház. Az azonban mindenképpen kifogásolható, és jelen esetben sajnos erről is szó van,
hogyha az új törvény ront a helyzeten, és kevesebb garanciát ad a tényleges vallásszabadságra, a lelkiismereti szabadságra, mint azt a pillanatnyilag hatályos 1990/4-es törvényest megtette. Az 1990-es törvénynek az volt a fő érdeme, hogy a rendszerváltáskor, vagy azt követően megnyitotta az utat a teljes vallásszabadság és világnézeti szabadság irányába, ugyanakkor pontosan meghatározta egyház és állam határait, mert ezeknek a határoknak a tiszteletben tartása az államnak is, és az egyházaknak is egyformán érdeke. Most azonban ezzel az új törvényjavaslattal a kezdeményezők akarva vagy akaratlan, de számos határsértést követnek el, olyanokat, amelyek ellenében az 1990-es törvény még pontos garanciákat tartalmazott. Azért tessük szóvá ezeket a határsértéseket, mert meggyőződésünk, hogy mind a laikus állam érdekét és értékeit, mind a hívők közösségeinek, az egyházaknak érdekét és értékeit sérti, hogyha ezek a határok nem világosak, mert a határátlépések mindig jogot csorbítanak. Engedjék meg, hogy néhány példával illusztráljam, szerintünk az előttünk fekvő törvényjavaslatban mik a különböző irányú határsértések, amelyeket módosító indítványokkal vagy a törvényjavaslat egyeztetésének újrakezdésével, ahogy Nyakó István kollégám javasolta, mindenképpen orvosolni kellene. Hadd tekintsem át először azt a néhány példát, ahol a határsértést legalábbis a törvény adta lehetőségekkel az állam követhetné el, tehát az állam szólna bele olyan dolgokba, amihez igaziból nincs köze, és ezzel veszélyes jogértelmezésre vagy jogalkalmazásra adna alkalmat. Önmagában az is kifogásolható, vagy legalábbis nagyon kényes és alig teljesíthető feladat, hogy törvény vállalkozik nem egyszerűen az egyházi bejegyzés föltételeinek megszabására, hanem a vallás és a vallási tevékenység definíciójára. Ez nem az állam dolga. És valószínűleg nem is sikerülhet ezt tökéletesen megvalósítani, nem is sikerült álláspontunk szerint ebben a törvényjavaslatban sem, ami lényegében a vallást olyan tevékenységként definiálja, amely világnézethez kapcsolódik, természet felettire irányul, stb. Nem szeretnék abba belemenni, hogy mondjuk a taoizmus vagy a buddhizmus követői számára ez valószínűleg nem lenne elfogadható definíció, mert ott a természet fölöttire való hivatkozás vagy hiányzik, vagy egészen más, de ennek Magyarországon, elismerem, kevés gyakorlati jelentősége van. Az már viszont aggasztóbb, hogy a törvényjavaslatban szereplő definíció például tökéletesen ráillene az üzleti célú kártyajóslásra is, hiszen az is világnézethez kapcsolódik, természet felettire irányul, és így tovább, és így tovább. Nem a törvény benyújtóinak jó szándékát vagy képességeit vonom kétségbe, lehetetlen feladatra vállalkoztak, a feladat azért lehetetlen, mert nem állami intézmény, nem parlament dolga a vallás definiálása. De sajnos tapasztalhatók az állam oldaláról kialakítható határsértésekre, vagy meglépető határsértésekre más példák is. Többen több oldalról érintették már azt az eléggé elgondolkodtató paragrafust, ami szerint a bírósági bejegyzéshez nem csak azoknak a föltételeknek a bizonyítását kell beadni, mint eddig, akár szigorúbban is, létszám, megfelelő jogi konstrukciók, belső szabályzatok megléte, hanem új elemként be kell adni az illető egyház, az illető vallás hitvallását, tételeinek gyűjteményét is. Értem én, és az előttem felszólaló is foglalkozott ezzel, hogy a polgári államnak joga van ahhoz, hogy meghatározza, kit mit jegyez be, és kit nem. Ezt elismerem. De nincs joga ahhoz, hogy hittételek megfelelőségéről, akár szerinte való meglétéről vagy hiányáról ítélkezzen. Mit szolgálhatnak a beadott hitvallások, hittétel gyűjtemények? Ezek szerint, és ez is elhangzott, nem azt a célt szolgálják, hála jó Istennek mondom stílszerűen, hogy nem azt a célt szolgálják, hogy beleszóljon valami állami szerv, akár az igazságszolgáltatás szerve, hogy ezzel a hittétellel egyetért, amast viszont nem hiszi, nem vallja
vagy valamilyen szempontból kifogásolja. De akkor mégis mi célt szolgál? A meglétét iszonyatos könnyű produkálni, bármely a törvény által kiiktatni akart üzleti célú tevékenységre létrejött álegyháznak is, úgy összevág 10 perc alatt egy hittétel gyűjteményt, mint annak a rendje. Ha viszont a meglét semmit sem jelent, akkor a hittételek és a hitvallás beadásának követelménye mégis veszélyes helyzetet eredményezhet. Mondhatja azt egy állami szerv, adott esetben a bíróság szakértők bevonásával, amely intézkedésnek a problematikusságára már utalta az LMP-s vezérszónok is, mondhatja azt, hogy szerinte ezek nem hittételek, mert nem alkalmasak erre meg erre. Akármit csinálunk, ha a hittételek ott vannak egy papíron, és azt a papírt bíróságnak kell megítélni, az bizony olyan beleszólást eredményezhet az állam részéről az egyes egyházak tételeibe, lelkiismereti és vallási tanaiba, ami elfogadhatatlan, még ha biztos is vagyok benne, hogy az előterjesztőknek egyáltalán nem ez volt a szándéka. De ettől a jogi lehetőségtől sajnos akár akarjuk, akár nem, már csak egy lépés lenne, hogy az állam ténylegesen beleszól a hitvitákba, mert valamit elfogadhatónak, valamit nem elfogadhatónak bélyegez. De igen veszélyes dolog az is, hogy a törvény lehetőséget ad arra, hogy az állam megkülönböztetést tegyen a társadalmi jelentőség és egyebek szempontjából egyház és egyház között. Nem az a veszélyes, hogy erre önmagában lehetőség van, hiszen világos például, hogy az intézmény fenntartó egyházakkal más viszonyba lép az állam, mint az ilyen tevékenységre nem vállalkozó egyházakkal, és ez megjelenik a finanszírozásban és a kapcsolattartás rendszerességében is. A baj az, hogy nem derül ki, milyen objektív kritériumok alapján van joga ezt a megkülönböztetést megtenni az államnak, még az sem foglaltatik bele az irányadó paragrafusba, hogy kell valamilyen objektív kritériumot, normarendszer találni arra, hogy egyház és egyház között különbséget lehessen tenni. És ahogy már Nyakó István képviselő úr és mások is utaltak rá, önmagában a táblázatok megléte a törvényben bizony gyanút kelt ebből a szempontból. A táblázatok sajnos nem csak azt a még elfogadható célt szolgálják, hogy felsorolják azokat az egyházakat, amelyeket a miniszter majd hivatalból jegyeztet be, tehát nem nekik kell fordulni a bírósághoz. Ezt még esetleg el tudnám fogadni. De ezen a kategórián belül bizony az A, B, C és egyéb pontok semmilyen a törvényben benne lévő paragrafussal nincsenek vonatkozásban. Később viszont nagyon komoly hivatkozási alapokat tekinthetnek arra, vagy teremthetnek arra, hogy mégiscsak megkülönböztetés essék egyház és egyház, vallási közösség és vallási közösség között. Ez nem jó, és szerintem elsősorban az egyházak érdekei szempontjából kifogásolható, de nyilván a vallásszabadság szempontjából is. De továbbra is kifogásoljuk, noha nem új elem, ennek a törvénynek azt az intézkedését, amely most már általános elvé teszi azt, nem csak a következő népszámlálásra vonatkozó, hanem általában is, hogy a hatóság rákérdezhet a vallási hovatartozásra, igaz, a válasz önkéntes alapon adható meg. Ez nagyon nem jó. Egy ilyen országban, mint Magyarország, megjegyzem, mint Európa sok országa, rettentő rossz érzeteket kelt, ha valakinek a vallására hatóság kérdez rá, még akkor is, hogyha ő önkéntesen megtagadhatja a választ. Hiszen számos emlék él a családokban arra nézve, hogy ez nem jó, se innen nem jó, se onnan nem jó. Ráadásul az ilyen típusú népszámlálási nyilvántartásról még senki nem bizonyította be, hogy bármi haszna volna. Nyilvánvaló, hogy éppen a más oldalról pozitív önkéntesség miatt, vagy ilyen-olyan félelmek megléte vagy meg nem léte miatt az adat nem releváns. Még annyira sem, mint egy közvéleménykutatás adata, de annál jobban semmiképpen sem. Nem jó tehát arra, hogy tényleges befolyást mérjen, hiszen erre az egyházi nyilvántartások vagy a fenntartott intézményi kör bőségesen alkalmas, de akkor mire? Ez az a rendelkezés, ami, bocsánat a nagyon egyszerű fogalmazásért, semmire nem jó, de viszont legalább rossz. Hadd mondjak néhány példát arra is,
ahol másik irányú határ átlépésre ad mandátumot, felhatalmazást a törvény. Hozzá kell tennem nagyon hangsúlyosan, hogy az egyházak kérése ellenére nem ők kérték tudomásom szerint a következő passzusoknak a 90-hez képesti megváltoztatását vagy beemelését a törvénybe.